Május 10 és 11-e között immáron 5. alkalommal került megrendezésre a Riverside Baja, a nyílt magyar tereprally, valamint a közép-európai zónabajnokság 3. futama. Akárcsak a tavalyi esztendőben, úgy idén is a festői szépségű Magyar Gencs, illetve az itt található hadtörténeti múzeum szolgált a futam központjául. Péntek délután 53 páros rajtolt el a Riverside Baján, ami a hazai bajnokikon megszokott létszámhoz képest komoly növekedést jelentett. Népes mezőn gyűlt össze Magyar Gencsen, hisz 18 autós, 18 side-by-side-os, valamint 17 motoros és quados egység, illetve egyéni versenyző vágott neki a viadalnak. Az első nap egy 11 kilométeres szelektív szakaszt kellett 3 alkalommal teljesítenie a mezőnynek. Saras, de igazi klasszikus tereprally pályán zajlott a száguldás, ahol feláztatott, dagonyás és tempós, dobálós részek váltogatták egymást. Az autósoknál a pénteki versenynap papírformának megfelelően alakult, hisz a címvédő Miroslav Capletal vezetett 1 perc 4 másodperc előnnyel a lengyel Vrajimis Grajek előtt. A BMW-s versenyző az első szakaszon még meglepte Cseri rivalisát, de az egyre jobban felszáradó pályákon a hummeres pilóta kétséget sem hagyott afelől, hogy ki a leggyorsabb a mezőnyben. Grajek mögött honfitársa Pavel Molgu egy Ford F-150-nel következett a 3. helyen, méghozzá a tereprallyban mérhető legkisebb, 1 másodperc különbséggel. Ha pedig még azt is hozzátesszük, hogy a 4. Zdenek Porizsek is csak 39 másodpercre volt a dobogótól, az parás csatát ígért a 2. napra nézve. Az első szelektíven azt iszonyúan elrontottam, még sosem mentem sárba ezzel az autóval, meg sárgumival, és nagyon-nagyon-nagyon elspóroltam, tehát nem is értem, hogy. Másodikban már kicsit jobb volt, csak ott akkor meg már sok volt a sárgumi. A 3. körre fölraktuk most a normál murva gumikat, ezzel most már én azt gondolom, hogy jó volt, ha bár az időeredményeket nem tudom, de az első szelektív rányomta a bélyegét azért a másik kettőre időeredménybe. De azt gondolom, hogy itt az elmúlt napok, hetek esőzései kapcsán a holnapi nap, hogy nem is a mezőny elejéből megyünk, azért az jobb lesz, mert a sarat meg mindent azért ki fogják majd nyomni a gödrökből az előttünk induló versenyzők. Varga csapattársa Horváth Béla, ismertebb nevén Gombi, a TH, vagyis a dízel kategória 3. helyére kormányozta a Nissan pick-upot. Nekem nagyon-nagyon tetszett, tudni kell az autóval, én még nem mentem földúton, egyetlen egyszer mentem bele, kb. 800 métert úgy próbáltam ki, és gyorsra gyorsulok, minden szelektíven előztem a 10 kilométerre. Nagyon-nagyon tetszik, ha remélem ilyen marad az autó, akkor a végén lesz egy jó eredményem is. Nekem nagyon tetszik, én nagyon szeretem, amikor így csúszkál az autó jobbra-balra. Hát én már ezért csinálom azt egy jó 20-23 éve, vagy 25, nem tudom. Régen ilyenek voltak ott mindegyik versenyezők, nekem ez nagyon tetszik. A side-by-side kategóriában a lengyel versenyzők domináltak. Tomasz Bielkowski bizonyult a legsebesebbnek. A Can-Am Maverick-et hajtó polák sofőr 17 másodpercet vert, a Holt versenyben második, Artur Brazavskira és Marek Kubicekre. A legjobb magyarként Kiri Szilveszter hajthatott be a Magyar Gencsi Szervízparkba. A szintén Can-Am Maverick-kel versenyző pilóta úgy volt 5., hogy a hátránya mindössze 58 másodperc volt az illóvashoz képest, így a szombati hosszú szakaszok előtt bőven benne volt egy dobogós pozíció Kiri versenyében. Viszonylag sáros volt a pálya az elején, ezért ugye sárgumikat raktunk föl, ami a kigyorsításra nagyon jól jött, de ez ugye egy kicsit alacsonyabb ez a gumi, ezért az nem igazán vált be, ugye a mély gödrökbe elég sokat fölhasadt szegény jármű, de valójában azt hiszem, amit lehet megtettünk, ugye az autó ez gyengébb és kisebb, mint a többi, azt hiszem ez a legkisebb talán side-by-side-ok között, de hát azért viszonylag jól sikerült. Gyimóti Péter a Kovács Fekecs 2-s technikai hibája miatt veszített időt a pénteki első szakaszon, hisz Kovácsék gépe eltorlaszolta kissé az utat a többiek előtt. Így a Soltvadkerti sofőr jó 40 másodpercet bennhagyott azon a szelektíven, de ezzel együtt is a 6. pozícióból és Kériékhez képest mindössze 13 másodperc hátrányból várhatta a másnapi folytatást. Többé-kevésbé jól, én úgy hiszem, bár az első gyorsági szakaszon a Gyuriéknak szerencsétlenül elszakadt a variátor szíjuk, beálltak keresztbe az úton, nem bírtuk megelőzni őket. Körülbelül elbukhattunk 40-50 másodpercet, de reméljük, hogy ezt a versenyirodán jóvá tudjuk írni. A második, harmadik gyorsaság az ott már oda tettük magunkat, mentünk először egy 6. időt, az utolsón pedig egy 3., így hoztunk a lemaradásunkból eleget.
Az élete első tereprali versenyét teljesítő Molnár Balázs párjával, Gabriellával az oldalán az SBS kategória 8. helyén teljesítette a Riverside baja első napját. Én, mint újonc, ez nagyon erős volt, és nagyon, nagyon összetett. Itt azért nekünk itt a pálya, az autó, a maga az időbetartások, az itiner olvasás, a navigátor is kezdő nálam, úgyhogy azért ez nekünk egy nagy kihívás volt ez a mai nap. Egyelőre nagyon tetszik, úgyhogy úgy néz ki, hogy várva várjuk a holnapi hosszú etapokat, úgyhogy egyelőre minden rendben. Molnárhoz hasonlóan a szintén újonc Urbán Csaba egyelőre ismerkedik az új technikájával. Az eddig használt Polarisukat ugyanis lecserélte egy a versenyzéshez átalakított side-by-side-ra. Számunkra én azt gondolom, hogy jó sikerült, voltak technikai problémák, de hát ez a technikai sport, a technikai ördög mindig dolgozik. Egy turbócsövünk lukadt ki, sajnos ez egy picit az erőt elvette, tehát az első körben előttünk szíjszakadás miatt volt egy 6-40-50 másodperces állásunk, de attól függetlenül jó volt, meg egyre jobb időket hoztunk. Úgyhogy tetszett a pálya, meg hogy az időjárás is velünk, úgyhogy azt gondolom, hogy teljesen elégedettek vagyunk a mai nappal. Kovács György pénteki napját megpecsételte egy variátor szíjszakadás. A 2017-es bajnokot rögtön az első szelektíven utolérte a technika ördöge, aminek köszönhetően jelentős, majd 5 perces hátrányból és a 15. pozícióból várhatta a Riverside baja folytatását. Féltünk végig ettől a szíjszakadástól, tehát annyira sikerült bevonzolom, hogy az első gyorsan rögtön a még volt vissza a gyorsaságiból 1 kilométerünk, ugye el is szakította a szíjat, viszont rettentő gyorsan kicseréltük, 4 perc alatt, hát így 4 perc van benne a gyorsaságiban, és ez azért szép munka, mert Gabi egyedül cserélte ki a szíjat, mert én nem tudtam neki segíteni, mert olyan rossz helyen álltunk meg keresztbe az úton, hogy hátra kellett menjek tompítani, lassítani az autókat, hogy nagy belénk tárazzanak, úgyhogy egyedül kicserélte 4 perc alatt, ugye le a kalappal előtte, és az a baj, hogy ezzel így már lépés hátrányba is kerültünk, mert elveszett a ritmus, nem találtam, tehát ugye 3-szor ismétlődtek a gyorsaságik, és a 11 kilométeren vannak olyan részek, amik ugye 2 felkiáltójás, 3 felkiáltójás, ezek a kocsik, ezek általában tudják, hogy nagyon van, hogy 3 felkiáltójásnak se kell elvenni, és nem tudtam elkapni azt, hogy ugye az első letapogattuk, a másodikon kiestem, és ott meg már nagyon sokat kaptunk, ott kaptunk már 30-at az elejétől, és akkor most ezen már le tudtunk jönni, igazából nekem ez volt a második gyorságim, és így le tudtunk jönni most egy 7:24-et, nem tudom, hogy ez az idő egyébként hova elég, de hát 4 perc hátrányba vagyunk, nem adjuk föl, megyünk, holnap azért jönnek a hosszú napok, más kocsin is tud szakadni a szíj, most mi kicseréljük egy újra, úgyhogy remélem, hogy a holnapi nap az erősebb lesz, nem kerültünk olyan iszonyatos hátrányba, 4 perc terepraliba az. Azt mondom, hogy a győzelemért már nem kell mennünk, de még ugye az első ötben benne lehetünk, és fontos pontokat tudunk szerezni. Az összevont motoros kvados mezőnyben a szlovák József Oprál állt az élen. Előnye mindössze 5 másodperc volt honfitársa Bodor Róbert előtt, míg az ideiglenes dobogó 3. fokát a magyar Sós Péter foglalhatta el újabb 4 szekundum lemaradással. Azaz itt is komoly tűzijátékra volt kilátás a 2. hosszú nap előtt. Eddig nagyon tetszik, úgy gondolom, hogy kijött a lépés. Különösebb cél nincs, annyi, hogy sikeresen, gond nélkül befejezzem. Esetleg minél jobb helyen, az mellékes esetleg. Az abszolút 6. és a kvados mezőny 2. helyén zárta a pénteket az offroad tapasztalattal rendelkező Géva Járpád. Nagyon tetszettek ezek a rövid pályák, mert ezek nekem sokkal jobban fekszenek, mint a hónapi 55 kilométer. Ezen kívül így első versenyem, ez a mostani. Nagyon tetszik ez a tereprali, úgyhogy továbbá is szeretném folytatni. Mi tetszik benne a legjobban? Az, hogy megyünk is egy nap, utána van pihenőidő, utána megint tudunk menni. Nem csak azon múlik, hogy a gép mennyi, hány lóerő, vagy hogy mennyit költött rá az ember, hanem összetett verseny, és ez így szerintem sokkal jobb. A kvados mezőnyben 4. Gombás Attilát épp javítás közben kaptuk lencse végre a Hadtörténeti Múzeum mellett felállított szervízparkban. Leellenőrzöm az olajszintet jelen pillanatban, hogy mennyire nyírtam szét a gépet, de ahogy elnézem, egész jól állok, úgyhogy holnap folytatjuk. Hát igazából mind a 3-szor 4. időt tudtam menni, de még azért a holnap itt van, úgyhogy reménykedünk. Szóval majd meglátjuk, hogy mi jön ki a hosszabb gyors szakaszokból. Holonics Nándor a dobogót célozta meg saját kategóriájában, és a verseny fél idejében a 4. pozíciót foglalta el a 450 pluszos géposztályban. A veszprémi motoros rövid pályafutása során most először találkozott versenykörülmények között saras, felázott talajjal, ami azért alaposan feladta számára a leckét, de ezzel együtt is körről körre javított az idő eredményein. Mai nap az számomra kis gyakorlás,
Én tavaly kezdtem a tereprali versenyzést, az utolsó verseny Nyírádon indultam, idén ez a második versenyem. Gyakorlatilag én terepmotorral nem mentem még sáros terepen, úgyhogy nekem ez egy gyakorlás. Így is indultam neki a mai napnak. Attól függetlenül elégedett vagyok, negyedik helyen állok a kategóriámban. A tavalyi motoros bajnok Kárpáti Péter KTM-je kétszer is leállt az első szelektíven. Így a marokkói világkupa futamot is megjárt motoros, rögtön kikerült a győzelemért folytatott csatából. Az első szakasz az egy kicsit lassúra sikeredett, mivel volt egy apró technikai probléma, amit sikerült az első szakasz utáni szervizzel nagyon jól megoldani. Úgyhogy onnantól kezdve már nagyon jól ment mind a két szakasz, egyre gyorsabb időket is mentem. Az utolsót már élveztem is, hát bízom benne, hogy ez így fog tovább menni holnap is. Mayer Viktornak akárcsak az előző Bugatti futamon, úgy Magyargencs környékén is megvolt a tempója ahhoz, hogy felvegye a küzdelmet a legjobbakkal. De akárcsak legutóbb úgy a Riverside baján is megmakacsolta magát a kecskeméti motoros húskvarnája. Elektronikai problémával küzdöttem már lassan két hete, és egyszerűen nem találom az okát, már a fél motort kicseréltem, de folyamatosan gondok voltak, egész nap tologattam, önindító nem jó. Most ez éppen az üzemanyagszivattyú nem működik, nem tudom, hogy mi a gond, vezérlés, úgyhogy nekem már véget ért, sőt úgy néz ki, hogy holnapra is, tehát most már nem fogom tudni megcsinálni. A verseny nagyon jó egyébként, nagyon jó, hogy ilyen sokan összejöttünk, végre vannak versenytársak, akikkel lehetett volna küzdeni. A pálya is nagyon jó volt, az első szakasz az iszonyatosan csúszott, a másodikra ugye az autók már kijárták, úgyhogy az sokkal jobban működött. Lehetett menni, én szerintem egész jó időt is értem el, a szlovák kollégák rám vertek, de a magyar kollégák között azt hiszem, hogy a magyarok között én lettem a leggyorsabb. Sajnos így a harmadik futam az kész lett, úgyhogy ez most már elúszott. A péntek esti szervízben a rendező Garam Völgyi Zoltán értékelte az addigi eseményeket, és örömmel konstatálta, hogy népes mezőny gyűlt össze az idén 5. születésnapját ünneplő Riverside bajára. Szeretnek itt bennünket a környéken, nagyon sokat segítenek a polgármesterek, az erdészek, vadászok, mindenki. A versenyzők még szeretnék ide járni, és hát ez így látható a mezőnyön is, hogy elég jól megszaporodtunk most idénre, meg úgy általában ugye a bajnokság szempontjából is. Úgyhogy hát a hadtörténeti park az azt gondolom egyébként egy nagyon jó központja így a rendezvénynek, mert érdekes is, meg egyébként egy gyönyörű helyen van, és hát ez itt nekünk a főbejárata mellett, ez a park ferméjét kialakítva, szerintem ez mindenféleképpen egy jó dolog, és láthatják ugye a itt lakók, láthatják az átmenő forgalom, hogy itt vagyunk bent sok autóval, sok side-by-side-al, sok motorral és sok quaddal, úgyhogy én nagyon boldog vagyok, hogy ide jutottunk végre. Szombaton egy gigantikus 70 kilométeres szelektívet kellett mind a két irányból kétszer teljesítenie az állva maradt 52 versenyzőnek. Érdekesség, hogy a szakasz rajtja és célja is Magyargencsen volt, így a mezőny először az óramutató járásával ellentétesen, majd azzal megegyezően körözött Veszprém megyében. Az autósoknál Miroslav Cápletán megismételte a tavalyi sikerét. A címvédő a második nap 3 szelektívet nyert, összességében pedig 7-ből 5-öt, így magabiztos fölénnyel majd 8 perccel utasította maga mögé és Denek Porizseket. A cseh sofőr a harmadik szakaszon bizonyult a legjobbnak, és a pénteki naphoz képest 2 helyet javított összetettben. Az első szelektív győztese, Vladimir Zgrajek végül a 3. pozícióban fejezte be a magyargencsi futamot. Varga Imre 4 helyet javított összetettben, és az abszolút 4. és a T1.2-es kategória első pozíciójában zárta a Riverside baját. Az első az borzasztó volt, az a fápolt és áras hullámos, bepárásodós, megállunk, lepucoljuk az ablakot, az borzasztó volt az első. De hát ilyen a terepre alé, tehát ez ilyen a régi idők emlékét idézte fel. Én azt gondolom nagyon jó volt, beértünk a célba, páran akiknek nem sikerült, gondolom cserélnének velünk. Az autó van még mit tanulni, különösen, hogy sárba hogy kell vele közlekedni, mert az egy teljesen más műfaj, mint szárazom. Én azt gondolom, a vége fele már elég jó tempót kezdtünk el autózni vele, még mindig sok van benne, én azt gondolom. El kell hinni azokat, amit még mindig nem viszek el, az autó tudja, én még annyira nem, de fejlődőképes vagyok, úgyhogy fog ez menni, csak idő kérdése, hogy örülünk, hogy sikerült befejezni a versenyt, nagyon remélem, hogy a csapattársunk is perceken belül be fog érni, és akkor az dupla sikerként könyvelhetjük el, hogy 2 autóval indultunk, és 2-vel értünk célba. Horváth Gombi a dízel kategória második helyére hozta be a Varga Team Nissanját. Az ős Merci sofőr alaposan kitett magáért,
hisz a nagy abszolútban a hatodik leggyorsabb volt az öregecske technikával. Sikerült második helyre beérnünk. Nagyon jó sikerült szerintem, nagyon elfáradtam, nagyon kemény pályák voltak. Minden gyorsaságin előznem kellett egy-két autót, de megmondom őszintén, nagyon-nagyon tetszett, és már elég rég versenyeztem ilyen jót, jó esett. A side-by-side mezőnyben az első két helyen nem történt változás, a lengyelek vitték a prímet. Méghozzá Tomás Bielkowski, aki 17 másodpercről 2 percre növelt előnyét honfitársával Artur Brazovski előtt. Bielkowski összesen 4 szelektíven bizonyult a leggyorsabbnak, míg márkatársa inkább kiegyensúlyozottan teljesített. A polákok mögött viszont jelentősen átalakult az összetett. Kubicek és Tocsersz jelentősen visszaesett, míg Kéri Szilveszter és Gyimóti Péter feladni kényszerült a Riverside baját. Így Molnár Balázs élete első tereprali versenyén rögtön a dobogón ünnepelhetett párjával, Gabriellával. Nagyon nehéz volt így elsőre, ez a 4 szakasz hosszú volt, meleg volt. A délutánra már por lett, úgyhogy nagyon nehéz volt, de remélem, hogy úgy néz ki, az eredményünk az jó, úgyhogy örülünk. Első navigációs futamom. Jó, élveztem, elfáradtam, igen, nőként kicsit terhelő, de bírom, úgyhogy élveztem, élvezetes volt. Molnár mögött az első Bugatti fordulón bemutatkozó Trebics Miklós végzett a negyedik pozícióban úgy, hogy 341 versenykilométer megtétele után mindössze 23 másodperc választotta el a budapesti sofőrt a riválisától. Jól sikerült alapvetően a mai napunk. Az előző gyorson, ami nem a kettővel ezelőttin, az oldalunkra döltünk, de hál' Istennek a nézők visszaborítottak, egy 3 percet veszthettünk, hát ott nagyon siettünk. Ezen kívül eltörött 2 lengők, de ennyi 2 féltengely, ezeket cserélték a szervizparkban, végigmentünk, boldogok vagyunk. Második versenyünk, 5-ször ülök az autóban, nagyon jó. Kovács György a kijavított Kenem Maverickkel és új navigátorával az abszolút 15-ről egészen az 5. pozícióig küzdötte fel magát a szombati maraton szakaszokon. Hát a mai az már sokkal jobban, nekünk tegnap ment el ez az egész történet sajnos. De hát ahhoz képest nem nagyon búslokodhatunk, mert 15. helyről följöttünk az 5-re. Az úgy gondolom, hogy szép, elég sokat előztünk, főleg az előző gyorsaságin ez egy tisztább volt, de hát itt már nem volt hova siessek, mert ráadásul az előzőn kaptam egy perc büntetést is, mert rosszul kerültem egy mezőt, aztán ott, de még jó páran így jártak. Úgyhogy a Trébicsanyékat már nem tudtuk ott elérni. Mentünk eljönkön, átgurultunk. Nekünk ez tökéletes, ez az 5. hely, ez ilyen túlélésre ment ez az egész, úgyhogy abszolút meg vagyunk elégedve ezzel a helyezéssel. Annom a tegnapi szíjszakadás az nem kellett volna, de hát mások voltak, akik még rosszabbul jártak, úgyhogy nem kívánom senkinek. Kár, hogy ezen múlik az egész, de hát ez egy tereprali verseny, úgyhogy ez abszolút a túlélésről szól. A motoros kvados mezőnyben is alaposan felcserélődtek a pozíciók. A szlovák Juraj Varga szombaton 3 szakaszon is a leggyorsabb volt. Ledolgozta az első napi hátrányát és hatalmas csatában megszerezte a győzelmet Sós Péter előtt. A Korda Racing versenyzője behúzta az utolsó szakaszt, de még ez is kevésnek bizonyult, mert 4 másodperccel így is kikapott ellenfelétől. A magyar fiú az ezüstéremnek is nagyon örült, és rettenetesen elégedett volt a teljesítményével. Kemény, nehéz, fárasztó, de boldog vagyok nagyon. Furcsa volt, ugye 2-szer órával mentünk, 2-szer szembe magunkkal, és ugye ebből adottak a vicces, hó már hol veszélyes helyzetek. Azt gondoltad, hogy ismered a pályát, és akkor egyet odahúz valahonnét. Nagyon veszélyes dolgok voltak, de hála Isten, szerencse is velem volt, úgyhogy legyőztem a dolgokat. Az abszolút 3. helyet az első nap után még vezető szlovák József Oprás szerezte meg. A 4. pozícióban Mikael Dobis végzett, aki mögött az a szlovák Bodo Róbert következett, aki pénteken még 2. volt, de a 2. nap egyszerűen nem tudta tartani a tempót a legjobbakkal. A 6. Gévai Árpád 2. legjobb magyarként és a kvados mezőny 3. helyén zárta a Riverside baját. Idáig, mikor a 4. gyorsasági szakaszt elkezdtem, addig a 3. voltam, most persze nem tudom, hogy 3. vagyok egyelőre. Ez fárasztó volt ez a 4x55 kilométer. Átlagában tetszettek a szakaszok, volt benne 2 rész, ahol az egyik a nyomvájú miatt folyton megvezette a gépet, a másik meg ilyen huplis volt, ilyen 2 méteres huplik és sár volt az alján. Azzal volt egy kis probléma, de a többi az nagyon jó volt. A Korda Racing másik versenyzője, Gombás Attila a kvadok között bebetonozta magát a 4. pozícióba, hisz egy szelektív kivételével az összes pályán a 4. időt motorozta a verseny 2 napja alatt.
fix negyedik helyen mind a négy alkalommal. Magamhoz képest tudtam javulni, elvileg fokozatosan. Az utolsó, az már egy kicsit pihenősebbre vettem. Nagyon kemény volt már a vége, úgyhogy, de azért jó volt. Kárpáti Péter a pénteki malőr után csak egy jót akart motorozni a második napon, amit sikerült teljesítenie. Így kicsit fáradtan, de mégis elégedetten nyilatkozott a magyar gencsi célban. Nem volt azért egyszerű, annak ellenére, hogy az idő, hál' Istennek, egyes volt hozzánk, és nem esett az eső. De azért ennek ellenére reggel még volt sár, és voltak szép mély sarak, ahol a hullámvasút közben volt még mély sár, úgyhogy az nem annyira sikerült gyorsan. A második kör, hál' Istennek, az felszáradt, úgyhogy az teljesen jó volt. Visszafele is száradt már nagyon sokat a talaj, de azért fáradtak is az emberek, többek között én is. A rajthoz állt 53 egységből végül 45 teljesítette az 5. Riverside baját. A bajnoksága a tervek szerint június 7 és 9-e között Gyulán és környékén folytatódik.